A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara a Nemzetgazdasági Minisztérium VF 445/2023 TMKIK azonosító számon támogatott térség és vállalkozás fejlesztési programját 2024. februárjában indította útjára. Gyakorlatilag az elmúlt most már csak nem 3 hónapban számos rendezvényen vagyunk túl. 6 tájékoztató fórumot, workshopot tartottunk a legkülönbözőbb témákban. Itt volt pályázati téma, volt környezeti fenntarthatóság, környezetvédelmi felelősségbiztosítás, de nagyon érdekes volt a mesterséges intelligencia témakörben tartott tájékoztató gyakorlati példákkal egyebek mellett. És hát volt megújuló energia és számos egyéb érdekesség. Ezen az úton megyünk majd tovább, tehát az elkövetkezendő időszakban, hónapokban továbbra is rendszeresen havonta minimum 1 tájékoztató fórumot, illetve workshopot szeretnénk megszervezni. Aztán immáron 2 vállalkozói találkozón vagyunk túl. A közelmúltban volt a második ilyen eseményünk, azt kell mondjam, hogy nagyon pozitív a visszajelzés már résztvevői oldalon. A tájékoztató előadásokban hangsúlyt kapott a külpiaci kapcsolatépítés is. A kis és középvállalkozások Németország üzleti lehetőségeiről, gazdasági helyzetképéről tudhattak meg többet. A német-magyar tagozat elnöke, ugye Magyar Kereskedelmi és Iparkamarából jött el hozzánk, és a német piaci sajátosságokról, szerződéskötésről, jó gyakorlatokról beszélt, és a szomszédos vármegyei kamarával való együttműködésünk következtében az Enterprise Europe Network hálózat irodavezetője is eljött hozzánk kolléganőjével, ők pedig azt mutatták be gyakorlatilag, hogy a kamara, illetve a kamarai rendszer miben tud segíteni a vállalkozásoknak külpiaci kapcsolatépítések vonatkozásában. Ugye itt külpiacokra ajánlatok közvetítésében, céginformáció nyújtásában, tehát mondjuk ha valaki egy külföldi céggel szeretne kapcsolatba kerülni, akkor a hálózat lehetőséget biztosít arra, hogy információkat gyűjtsön az adott cégről, és hát kvázi nem ismeretlen partnerként tud akkor megjelenni, és biztosabb az együttműködés a cégek között. Hornok Jenő új irodák nyitásáról is beszámolt. Kamarai irodákat nyitunk, illetve indítottunk el, Bonyhádon lesz ügyfél szolgálatunk, illetőleg Tamásiban szintén. Bonyhádon az önkormányzat épülete mellett az ügyfélszolgálaton kaptunk egy ilyen ügyfélszolgálati blokkot vagy részt. Tamásiban pedig hát most még egyeztetés zajlik, hogy a Zöldpont civilházban vagy a művelődési házban egy klubszobát fogunk majd kibérelni, és fogadjuk a vállalkozásokat. Azzal a céllal, hogy ne kelljen beutazni Szekszárdi központba, tehát hogy itt a kamarai szolgáltatásokat helybe vigyük a vállalkozásoknak, ez a fő célkitűzés, és hát ezt szeretnénk ugye a jövőben megvalósítani. A kamara elkészített egy új adatbázist potenciális fejlesztési területek néven, ami rendkívül hasznos lehet a vállalkozások számára. Ez a kamaránk honlapján lesz a közeljövőben hamarosan elérhető. Ugye itt arra gondoltunk, hogy az önkormányzati, tehát a vármegyében működő önkormányzatokat kerestük meg, azzal a céllal, hogy az ő tulajdonukban lévő, jelenleg kihasználatlan és potenciállal, gazdasági potenciállal rendelkező területeket egy ilyen adatbázisba összegyűjtsük, és közzétegyük. Gyakorlatilag ebben az adatbázisban néhány kattintással lehet fejlesztési területeket keresni, tehát akár székhelyként vagy telephelyként funkcionáló, akár ipari vagy szolgáltató tevékenység folytatására alkalmas területeket fel lehet keresni. És gyakorlatilag ugye ez egy helyen van, ugye a honlapunkról elérhető, közvetlen elérhetőségekkel már, ami ugye a tulajdonost érinti, illeti. Területnagyságra, irányára, megközelíthetőségre,
az, hogy van-e felépítmény az adott területen, vagy nincs, ha van, akkor milyen adottságokkal rendelkezik az az építmény vagy csarnok. Tehát ezekre mind-mind rá lehet keresni.